A mai beszélgetésünket a város ügyekről egy picit formabontó formában eszközöljük, bár már volt arra példa, hogy így csináltuk, igaz, akkor téli hideg volt, most egy picit kellemesebb az idő, és hát első helyszínünk már is egy olyan fontos beruházásnak a helyszíne, amely nem tudom pontosan mikorra fog elkészülni, de hát mindjárt kiderül. Mi is ez a beruházás, mit kell róla tudni? A volt buszforduló a buszmegálló, illetve a piaccsarnok mellett területére egy közösségi pavilon került megtervezése, illetve annak elkezdődött a beruházása és kivitelezése, ami tulajdonképpen egy fedett rész, ami sok mindenre alkalmas lehet, többek között a vásárosok, piacozóknak a fogadására is, de azt el kell mondani, hogy eredetileg, amikor itt ezben a területben gondolkodtunk, akkor az volt a cél, hogy fedett kerékpártárlót tudjunk biztosítani azoknak, akik vidékre eljárnak busszal, és itt teszik le a kerékpárjaikat. Ez meg fog valósulni, de egyéb másra is fogjuk tudni használni ezt a területet. Többek között karácsonyi vásárt tervezünk ide, és egyéb más apró rendezvényeket is, mondjuk a Berényi Napok alkalmával is jól kihasználható ez a kis hely. És akkor ez mikorra fog elkészülni? Én azt látom, hogy a kezdeti bizonytalankodás után most már igazából beindult a munka. Hát ez egy olyan folyamat, amit én nem tudok elmondani, hogy hogy kell megtörténnie, de nagyon sokféle előkészítési dolog van. Alapozástól kezdve a meglévő út szerkezetnek az elbontása, tehát sok minden van. Ha jól emlékszem, akkor ennek szeptember vége a határideje, de nagyon sok munka van vele, így csak reménykedni tudunk, hogy addigra készen lesz. Ez végül is a piaccsarnokunknak a felújítás munkálataival együtt egy szép kis, hát együttes beruházás fejlesztés jelent a városba. Igen, azt gondolom, hogy a kettő együtt egy nagyon jó beruházás. Egyrészt a használati értéke miatt, másrészt pedig azért, mert a Mezőberényen átutazó, busszal átutazóknak is egy olyan esztétikus képet tudunk nyújtani, ami eddig nem igazán volt elmondható. Részben a buszforduló hely az borzasztó állapotban volt, másrészt pedig a piaccsarnokunk is egy 70-es évek elején épült. Ennek is egy új dizájnja, egy új külső megjelenése lesz. Új üvegablakok, új oldalfalak, tehát egy teljesen megújult formában fogja várni majd a piacozókat, és nagyon reméljük, hogy a belső kialakítással azt is elérjük, hogy egyre többen legyenek majd, akik bent akarnak árusítani, és nem kint a szabad téren. Egy újabb helyszínen vagyunk, ahol hamarosan, ha minden igaz, akkor szintén változások fognak majd történni. Mik ezek és hol vagyunk pontosan? A Juhász Gyula utcai idősek otthonánál vagyunk, ahol egy pályázat keretében teljes körű energetikai felújítás fog bekövetkezni. Ez jelenti, ami külső megjelenésében látszani fog, az három dolog. Az utólagos falszigetelés készül el, nyílászáró cserék, illetve napelemek kerülnek az épületre, villamos energiatermelésre, ezen kívül a fűtési rendszer kerül korszerűsítésre, fölémszigetelés kerül megvalósításra, és bizonyos mértékű további akadálymentesítést is el tudunk készíteni ennek a pályázatnak a keretei között. Na most felmerül a kérdés, hogy ezzel mennyit spórol mondjuk a város, vagy az intézmény? Ezt most nem tudom számokban pontosan megfogalmazni, mert hogy folyik a kiviteli terveknek az elkészítése, ami pontosabban fogja tudni majd megmutatni, hogy körülbelül mekkora energiamegtakarítást érünk el vele, de mindenféleképpen ez a cél, hogy energiamegtakarítás legyen, kevesebb forrásból lehessen üzemeltetni az intézményt, és hát egyébként minden beruházásnál ez a legfontosabb célunk. Még egy kérdés itt ezzel kapcsolatban, hogy hát egy pályázatról van szó, tehát mikor fog ez körülbelül megvalósulni, realizálódni? Jövő év végére készen kell lennie. Most per pillanat, ahogy említettem, a kiviteli terveknek a készítésének a folyamata zajlik. Azt követően, hogyha ezek készen vannak a kiviteli tervek, utána tudunk közbeszerzést kiírni. Nyílt közbeszerzést kell lefolytatni, 170 millió forint körüli összeg van áll rendelkezésünkre, 100 millió forint fölött pedig már közbeszerzést kell lefolytatni. Egy újabb helyszínen vagyunk, egy útfelújítás, amit már nagyon-nagyon érett itt Mezőberényben, bár mondjuk több helyszínen is, és hát itt ezzel kapcsolatban a nézőknek azért elmondanám, hogy jóval több témánk van egyébként, de hát hamarosan egy stúdióbeszélgetés is majd láthatnak. Most úgy kiszabadultunk egy picit a terepre, mert ha már ilyen szép idő van. No, szóval itt vagyunk a Vasút utcán, ami végre úgy tűnik, hogy megszépül, bár igaz, hogy ez nem önkormányzati beruházás, de...
Így igaz, nem önkormányzati beruházású. A Szabó Árpád utcát és a Szarvas utat érinti ez a beruházás a református templomtól, Kálvin tértől a Sorompóig terjedő szakaszon. Ez körülbelül 2 évvel ezelőtt már szóban volt, hogy meg fogják csinálni, de nem volt elegendő a forrásra, és most a közútkezelő KHT topos maradvány pénzekből tudja megvalósítani ezt a beruházást, illetve a többletforrást mellé tenni. Így valósul meg Mezőberének egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő útja. Teljesen fölújul, teljesen készen lesz a Szarvasi útig, könnyen járhatóvá válik. Bár azt kell mondani, hogy nem, talán nem ez a legforgalmasabb utunk, de sajnos ezt a forrást nem lehetett átvinni a Csabai útra, ami ennél fontosabb lenne, hogy a Csabai utat újra aszfaltozni, de hát tudjuk, hogy különböző feltételeknek meg kell felelni egy-egy pályázatnál. Itt is ez a helyzet, hogy ezért ezt tudják csak megcsinálni, mert ez tulajdonképpen egy Hunyára, Örménykútra vezető útnak az eleje, azt is tudjuk, hogy a vége nem vezet szinte már sehova. A lényeg az, hogy ez most elkészül, láthatják a nézők, hogy a buszöblözeteket teljesen felújítják, teljesen új öblözetek készülnek el, és hát maga az aszfaltozás is új lesz. Az információink szerint június vége a határidő, ameddigre készen kell lenni. Én időnként azt gondoltam, hogy hamarabb kész lesz, mert annyira nekiindultak, aztán vannak apró visszaesések vagy megállások. Most sem túl sokan dolgoznak kint a területen, de azt látom, hogy a buszöblözeteket, hogyha rendbe teszik, akkor utána gyakorlatilag aszfaltterítéssel meg tudják oldani már a többi munkát. Hát igen, ez a híres magyar logika, amikor valamit úgy újítunk föl, hogy lenne nála fontosabb is, de hát erre van a kiírás. Egyébként akkor ezek szerint ez hamarosan elkészül. Ezzel kapcsolatban, vagy útfelújítással kapcsolatban tudsz-e még valami örvendetes hírről beszámolni Mezőberényben? Még nem örvendetes, de már hír. Pályázatot nyújtunk be belterületi utak felújítására. A Belencéresi út, a Tököli utca, a Szent István utca és a Szent István utca és a Belencéresi út közötti Martinovics utcai szakasz készülne el. Ebből 3 nagyon fontos, nagyon nagy forgalmú út, és már régen megérett a felújításra. Az összekötő út az pedig azért készülne el, mert hogy itt a strand és környékének a rendbetétele a cél. A strand és a piknikpark közötti út nem cél, mert az nem út, csak gyakorlatban használjuk, egyébként elméletileg már nem út. Fontos ennél az útnál még elmondani, hogy többen jelezték, hogy hát betemettek bizonyos a csatornarendszer. Igen, ez azért van, mert ez a technológia azt hozza magával, hogy előbb elkészítik, szintre hozzák, teljesen megcsinálják az utat, majd utólag vágják ki ennek a helyét, és úgy kerül be az akna fedél erre a helyre. Több kisebb is van, de egy nagyobb van a Sugár utca és a Szabó Árpád utca kereszteződésében, az egy főnyomócsőnek a elzáró aknája van ott. Amit még el lehet mondani, hogy van még egy út felújítási pályázatunk, aminek a módosítására van szükség. Már most a minisztériumban van a módosításra a kérelem, ez pedig a tavaly már többször beharangozott Dózsa-György utca, Körgát utca, Luther tér, Luther utca már most nem fér bele, hanem helyett az Árpád utcát csinálnánk meg a Madácsig, illetve a Békési úti öblözetet, ahol a Vadász utca felé lehet lemenni. Nem is tudom, talán ennyi van benne. Ez azért kellett módosítani, mert a Luther utcán nem tudjuk megcsinálni az eredetileg tervezett felújítást, miután a szennyvíz vezetéknek a helyén, ahol dolgoztak, annak még ülepednie kell, valamikor majd az ősszel, tél elején fogják befejezni azt a munkát, addig ülepednie kell, és egyébként sem tudnánk két pályázatot elszámolni arra a területre. Még ezekkel a útfelújításokkal kapcsolatban félve kérdezem meg, hogy akkor ezek olyan normális új felújítások lesznek, vagy csak olyan, hogy mondjuk ráhúzunk valamit, hogy na, mégis nézzen ki valahogy. Hogy nem kátyúzás lesz, ez nagyon fontos. A másik, hogy ezek úgymond telibe aszfaltozásra fognak készülni, 2 rétegben, 1 rétegben aszfalt, majd pedig a tetejére kopó réteg kerül.
Ez normális történet, normálisan fognak elkészülni. Hát az egy másik kérdés, hogy az alapja ezeknek az utaknak nem túl acélos. Igen, hát nem tudjuk, hogy mennyire fogja bírni, de bízunk benne, hogy azért el fogja bírni a buszt is, mert hogy elsősorban a tömegközlekedés miatt sikerült nyernünk erre a pályázatra. Itt beleértem a Dózsa-György utat, a Tulipán utcát és a Körgát utcát is. Tényleg, és egyébként a szennyvízcsatorna felújítási munkálatok, illetve cserélési munkálatok miatt egy kicsit megrongyott útjaink is mikor lesznek rendbe téve? A kivitelező ezt ígéri, hogy az idei év végére ezek rendbe lesznek téve, de itt nem úgy kell elképzelni, hogy telibe aszfaltoznak, hanem csak ahol felbontottak, csak azt a részt finanszírozza a pályázat, tehát annak a visszatódozása fog megtörténni. Vélhetőleg a továbbiakban is lesz süllyedés, amit garanciálisan tudunk érvényesíteni majd 4-5 éven belül, de hogy az milyen sikeres lesz, a teljes aszfaltozás lenne a jó, hogyha azután, ahogy most megcsinálják a, mondjuk az út közepén lévő csíkot, utána, amikor ezt megcsinálják, utána egy teljes aszfaltozás az lenne az igazi, sajnos ezt nem lehet a pályázatból megvalósítani. Igen, mert sokan panaszkodnak, hogy főleg ott az oroszlán gyógyszertár előtt az valami elképesztő por szállott minden egyes autó elmenetele után, és hát persze, a központ nem is szép, meg egyébként is, hogy na, milyen megoldás már. Nem is szép, csúnya is, kellemetlen is, kerékpárral nem lehet rajta közlekedni, a gépjárművek döccennek, de azt tudni kell, hogy ennek a rendszeres karbantartása, föltöltése, amennyiben szükséges, az a kivitelezőnek a feladata, kötelezettsége. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, és engedjétek meg, hogy tegeződjek. Nem azért, mert olyan fiatalnak érzem magam, hanem azért, mert ti is lesztek még olyan öregek, mint én. A osztályfőnökökkel pedig már régebb volt a tegező viszonyban vagyunk. Baldagás. Egy különleges középiskolai folyamat végére értek lassan. Azért különleges ez a folyamat, mert volt benne elég hosszú időszak, amikor a jelenléti oktatás csorbát szenvedett. Vagyis nem tudtatok ide bent az iskolában készülni, hanem otthonról kellett különböző technikai eszközökön keresztül benne maradni, belefolyni a tanulásba, és így felkészülni arra, ami előttetek áll. Hétfőn, ha jól tudom, akkor már valami érettségiről kell érettségizni, világbőrészni, aztán meg folytatódik a bőti. Tehát erre kellett felkészülnöd. De nem csak erre, higgyétek el, nem csak erre, hogy az érettségi jól sikerüljön, hanem arra is kellett készülni, hogy a továbbiakban hogyan tudjátok majd megállni a helyeteket, ezek nagyon nagy szavak, hogyan tudjátok majd megállni a helyeteket az életben. Az életben csupa nagy betűvel, amely élet nem csak arról szól, hogy fanta buli haverok, hanem arról is szól, hogy meg kell élni valamiből, és ehhez a valamihez minél több tudásotok van, annál könnyebb megteremteni a feltételeket. Na itt a szószos részéről. Én szeretném megköszönni osztályfőnökeiteknek azt, hogy végigkísértek benneteket ezen az úton, a gimnáziumba lépéstől kezdve a ballagásig, meg még talán a ballagás utána érettségig is. Higgyétek el, nem egyszerű feladat volt az ölépésem. Sokkal nehezebb, mint amikor végig 4-5 év alatt együtt lehetett az osztály, együtt lehettek a felnőttek és a gyerekek. Nagy munka és nagy felelősség. Aztán még név szerint szeretnék köszönetet mondani négy embernek a ballagók közül, akik a pandémia ideje alatt így úgy, de valahogy mégiscsak részt vettek egy olyan közös munkában, amivel szerettük volna megteremteni egy ifjúsági és diák önkormányzatnak a feltételeit, annak érdekében, hogy a diákok is valamilyen szinten tudják hallani a hangukat a nagy önkormányzatnál, a 12 fős embernél, akik szokott ülni a testület üléseken, és ennek a munkának a résztvevői voltak Diós Benyámin, Ganuta Gréta,
Héder Márk és Csatári Bettina. A nevükben is köszönöm szépen, és most egy nagy ledorongálás az összes többnyel, hogy ne akart részt menni benne. Mint a fiúk egy kicsit duszogtak, vagy morcogtak, hát nektek is lett volna lehetőségedek. Illetve voltak mások is, akik részt vettek ebben, de ők még nem balladnak. És a kedves nézők így a beszélgetésünk, illetve a bejátszás végén picit meglepődhettek, hiszen hirtelen itt termettünk a Városháza dísztermében, ahol köszöntötted a végzős ballagó gimnáziumi diákokat. Egy picit erről a rendezvényről is, mert hogy ballagás van egyéb iránt. A Mezőberény életében a gimnázium a legmagasabb oktatási intézmény, legmagasabb fokú oktatási intézmény, ezért borzasztó fontos a városnak. Az is fontos, hogy az innen kikerülő fiatalok, gyerekek, azok úgy emlékezzenek a városra, hogy szívesen visszajöjjenek, hogyha csak átmenetileg megnézni újra a várost, és emiatt nagyon fontosnak tartom, hogy fogadjuk őket a Városházán a ballagás előtt, amikor is egy kis emléket kapnak a várostól. Az idei évben egy képeskönyvet, a mezőberényi pillanatokat, illetve egy másik emléket, ami kicsit újszerű, nem volt még ilyenünk, van egy vasfalunk kint a 56-os emléktéren, és erre a vasfalra lakatokat helyezhettek föl. Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan kezdeményezés, amivel kicsit tudjuk magunkhoz kötni, Berényhez kötni azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik itt végeznek a gimnáziumban. De ha már gimnázium és tanulók, akkor tudom azt, hogy nektek nagy kezdeményezésetek volt ez a diák önkormányzat, ami ugye segít a városi önkormányzatnak abban, hogy a fiatalok miről, hogyan és miképpen gondolkodnak. És itt is a rendezvényen, itt azt hiszem, itt voltak a diák önkormányzatnak a tagjai. Igen. Az volt az elképzelésünk ezelőtt bő két évvel, hogy vonjuk be a fiatalokat abba a közös gondolkodásba, amit a képviselőkkel teszünk a város fejlődése érdekében, és azokat az ötleteket próbáljuk összeszedni rajtuk keresztül, ami a fiatalokat érdekli igazándiból. Sajnos a pandémia megakadályozta ennek a diák önkormányzatnak, ifjúsági és diák önkormányzatnak a működését, de azért azt el kell mondani, hogy a háttérben 4-5 ember, akik jobban benne voltak ebben a dologban, ők folyamatosan segítettek nekünk, illetve folyamatosan együtt gondolkodtunk. 4 ballagnak most az 5 fős diák önkormányzatból, hát megpróbáljuk újraépíteni majd a következő évben, következő tanévtől megpróbáljuk újraépíteni ezt a szervezetet. Egyébként nem csak mezőberényi iskolában járó fiatalokat próbáltunk ebbe bevonni, hanem vidékről idejáró, illetve vidéken tanuló gyerekeket is. Nem volt túl nagy a sikere, de azt gondolom, hogy azért nem, mert igazándiból nem tudtuk kiterjeszteni, és nem tudtuk nagy nyilvánosság előtt is elindítani ezt a munkát. Na, hát viszont akkor a jövő terve az ez, és akkor ha majd jönnek az újabb diákok, akkor azok serénykedhetnek itt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és hogy már említettem, akkor nem sokára lesz megint egy beszélgetésünk, ahol olyan dolgokról is tudunk beszélni, nem ilyen képgazdag, mint ezek voltak. Köszönöm szépen. Én köszönöm.